2020. januárjában nagy lendülettel vágott bele a tervek megvalósításába Bátaszékváros vezetése. Március közepéig úgy is gondolták, hogy minden zökkenőmentesen megy majd. 2020 városunk életében egy jeles évforduló, 25 éves volt a város. Terveztük azt, hogy euromókát rendezünk, szerettünk volna barátságoszlopot állítani. Tehát tele voltunk ötletekkel, elképzelésekkel. Úgy is tűnt, hogy a pénzügyi lehetőségeink is megengedhetik majd azt, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, hiszen jó évet zártunk 2019-ben, a 2020-as pénzügyi elképzelések is jól alakultak. Tehát egészen március 14-éig azt gondoltuk, hogy ez egy olyan év lesz a 2020-as, amire méltán büszkék lehetünk majd az évvégi elszámoláskor. Aztán 2020 márciusában újraírtuk a forgatókönyvet, hiszen néhány hét leforgása alatt rendkívüli jogrend került kihirdetésre, hiszen az egészségügyi helyzet indokoltá tette, hiszen a Covid vírus megjelent a világon és megjelent Magyarországon, és ebből adódóan az önkormányzatokra is új feladatok hárultak. A még szinte el sem fogadott költségvetés néhány nap múlva teljesen újra kellett szabni. Mindazokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyek a város működése szempontjából ugyan fontosak lettek volna, de mindenképpen át lehetett ütemezni, azokat elhagytuk, képeztünk egy olyan egyensúlyi tartalékot a költségvetésen belül, amihez baj esetén hozzá lehet nyúlni. Elkezdtünk felkészülni a Covid-ból adódó védekezési és megelőzési feladatokra, hiszen idős gondozásban egy új feladatellátást kellett kialakítani, hiszen a legveszélyeztetettebb korosztály az idősek voltak. Egészségügyben az új helyzethez kellett igazodni, de ugye hát az oktatási és nevelési intézményeket is elérte gyakorlatilag a vírus, át kellett állni egy másik fajta nevelésre, egy másik fajta oktatásra. Például önkormányzati szinten óvodákat be kellett zárni, amire mondjuk nem nagyon volt példa az elmúlt évtizedekben. Közigazgatásban át kellett állni egy másfajta működésre, mi is elrendeltük a home office-t, otthonról dolgoztunk. Tehát egy sor kihívásnak kellett eleget tenni, és azt gondolom, hogy amikor elértük a nyár elejét, hiszen ugye júniusban véget ért úgymond az első hullámból adódó rendkívüli jogrend, akkor azt a következtetést vonhattuk le, hogy sikeresen tudtuk megoldani, sikeresen tudtunk alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Egy pillanatra fel is lélegeztünk, mert talán azt gondoltuk, hogy na, akkor túl vagyunk a nehezén, és visszaállt az élet a rendes kerékvágásba. Végre voltak ismételten képviselőtestület ülések, hiszen tavasz folyamán első alkalommal nekünk településvezetőknek is egy új helyzethez kellett alkalmazkodni, hiszen rendkívüli jogrendből adódóan egyszemélyű település irányítással alakul át a működés. A polgármester ez alatt az idő alatt is folyamatosan kommunikált a képviselőkkel. A nyár kezdetével mindenki fellélegezhetett kicsit, ugyan korlátozások között, de már kisebb rendezvényeket meg lehetett tartani. Bátaszék is élt ezzel a lehetőséggel, minifesztiválokat és családi napokat szerveztek a helyi és környékbéli embereknek. Szeptembertől azonban újabb hullám érkezett hazánkba. A tavaszi időszak tapasztalatai alapján ismételten át gondoltuk az intézményeink működését, hogyan tudjuk a nevelési intézményeket működtetni, úgy, hogy az egészségügyi szabályokat betartsuk, nagyobb fokú fertőtlenítések, takarítások voltak annak érdekében, hogy intézményi szinten ezt meg lehessen oldani ezt a feladatot. Az idős gondozásban is visszaálltunk egy tavaszi működési rendre. Tettük ezt mind úgy, hogy folyamatosan figyeltük, hogy a város gazdálkodása és költségvetési helyzete az hogyan alakul az év folyamán. Hiszen az egészségügyi helyzet azért a gazdaságot is igen keményen megdolgozta. Egyéni szinten ugye sok ember elvesztette a munkáját, vagy csökkentett munkaidőben tudott csak dolgozni. Kis és közepes vállalkozások működésében igen jelentős problémát okozott a vírus helyzet, és ez óvatatlanul az önkormányzatokra is kivetül, hiszen
Mi azért a kis és közepes vállalkozások, vagy a vállalkozások iparüzési adójából élünk jelentős mértékben az állami támogatások mellett, tehát folyamatosan monitoroztuk, hogy hogy is alakulnak a bevételeink. Azt kell mondjuk, hogy a vírushelyzet Bátaszék önkormányzatának bevételi oldalát, ami iparüzési adó és adó szempontjából nézzük, nem érintette vészesen. Tehát mi tudtuk a vállalkozások által befizetett adóterveket teljesíteni, tehát ilyen szempontból stabilan tudtuk a költségvetésünket tartani. Kormányzati intézkedések minket is érintettek, hiszen a gépjárműadó eddig itt maradó részét az be kellett fizetni a központi költségvetésbe, ez mintegy 21 millió forint volt, illetve a védekezéshez kapcsolódó költségeket ugye önkormányzati saját forrásból kellett finanszírozni, ez akár a takarításokat, fertőtlenítéseket, védőmaszkokat, védőfelszereléseket illeti. És a szociális ágazatban dolgozókat is megjutalmazta az önkormányzat a helytállásukért. Azt lehet mondani, hogy a 2020-as esztendőt a körülményekhez képest jól zárta városunk. Folyamatosan stabilan tudtuk tartani a gazdálkodásunkat, a pénzügyi helyzetünk mindig stabil volt, likviditási gondjaink nem voltak. A csökkentett feladatot el tudtuk látni. Gondolok én itt arra, hogy az intézményi működésnek mindig megvoltak a pénzügyi és személyi feltételei, tehát ebben fennakadás nem volt a 2020-as esztendőben. Tekintettel arra, hogy a költségvetést folyamatosan át kellett gondolni, azért nagyobb fejlesztéseket nem tudtunk végrehajtani ebben az esztendőben. Kisebb fejlesztési felújítások az intézmény rendszeren történtek, hiszen néhány épületnek a tetőszerkezetét megújítottuk, óvodában teraszt újítottunk föl, tehát azokat a szükséges felújítási karbantartási munkákat el tudtuk végezni, ami biztosítja az intézményeknek a működését. Tudtunk forrás biztosítani a civil szervezeteinknek is, bár azt gondolom, hogy a 2020-as esztendő azért a civil szervezetek életében is egy szomorúbb időszak volt, hiszen nem tudtak olyan társadalmi életet élni, nem tudtak olyan közösségi életet élni, ami megszokott volt Bátaszékre. Hiszen azért mi egy pezsgő társadalmi életet élünk itt, 31 néhány civil szervezettel. Ez a 2020-as esztendő, ez egy csendes év volt e tekintetben. Ettől függetlenül biztosítottuk a működésükhöz szükséges forrásokat, sőt, abban is megadtuk az engedményeket, hogy amennyiben nem tudták elkölteni ezeket az összegeket, már pedig nem nagyon tudták, hiszen nem voltak nagyon rendezvények, ezeket át tudják húzni 2021-ben is, és bízunk benne, hogy idén azért el fogják tudni költeni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a szociális ellátásokra ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest nagyobb pénzügyi keret állt rendelkezésre, sajnos indokolt is volt, hiszen családok is kerülhettek olyan krízishelyzetbe, akikkel korábban nem találkoztunk, őket is ki kellett segíteni. Illetve független attól, hogy veszélyhelyzeti időszak volt, vagy talán pont ezért a képviselőtestület egy új oltási formának a bevezetését is elindította az elmúlt esztendőben, hiszen a bárányhimlő oltása mellett az agyhártyagyulladás elleni védőoltási program is meg tudott indulni még a 2020-as esztendőben. A város költségvetésén belül az elmaradt rendezvényekkel lehetett a legnagyobb megtakarítást elérni. Egyik legköltségesebb, de legnépszerűbb rendezvényükről is le kellett mondaniuk, az 5. Bátaszéki pornapokról. A település városra avatásának 25. évfordulóját szolidabb körülmények között ugyan, de meg tudták tartani. Azt gondolom, hogy a 25 éves évforduló pont tökéletes alkalom volt arra, hogy a város korábbi település vezetőjének, Bognár Jenőnek díszpolgári címet adományozott a képviselőtestület, ezzel is elismerve mindazt a munkát, amit a településért évtizedeken keresztül végzett. És ez volt, azt lehet mondani, az utolsó olyan hivatalos rendezvényünk, amely szinte le is zárta a 2020-as esztendőt, mert ezt követően már nem tudtunk nyilvános rendezvényeket tartani. Egy kicsit próbáltunk rendezvénypótló megoldásokat kitalálni, hiszen az időseink számára a szokásos 70 éven felüli karácsony ünnepség helyett most
egy üdvözlőlapot és egy kis emléket küldtünk, mint egy 900 levél formájában, amelyeket önkéntesek hordtak ki, és jutottak el az érintetteknek. A fiatalok városért elismerést szűk körben átadtuk azért a fiataljainknak, hiszen úgy gondoltuk, hogy ők tehetnek legkevésbé arról, hogy ez az egészségügyi helyzet így kialakult, viszont nem szerettük volna őket megfosztani attól az élménytől, hogy mindazt a munkát, amit 2020-ban a településünkért tettek, azt ne ismerjük el ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy mindent összevetve a kollégáim segítségével, vezető kollégák beosztottak, mindenki, aki az önkormányzat égisze alatt dolgozik. Úgy tudtuk teljesíteni ezt a 2020-as esztendőt, hogy amit ki lehetett hozni ebből az évből, azt maximálisan kiosztuk. Pénzügyileg úgy zártuk az évet, hogy stabil alapot tudunk adni majd a 2021-es esztendőnek. Nekünk az a feladatunk településvezetőknek, hogy alkalmazkodva egy adott egészségügyi helyzethez, egy adott pénzügyi helyzethez, próbáljuk meg megtalálni azt a megoldást és azokat a megoldásokat, ami a város polgárai számára ebben a helyzetben is a lehető legjobb körülményeket tudja biztosítani. A polgármester elmondta, hogy a 2021-es esztendő sem lesz pénzügyileg könnyebb, mint az idei év volt. A pénzügyi helyzetünk valószínűleg rosszabb lesz, mint az elmúlt esztendőkben, hiszen kormányzati intézkedésből adódóan nekünk is szerepet kell vállalni az egészségügyi helyzet pénzügyi megoldásában. Egyrészt iparőzési adó tekintetében mintegy 50%-ra fog csökkenni a bevételünk, gépjárműadót már elvontak, szolidaritási adót kell fizessünk, amely nagyságrendekben mintegy 150-180 millió forintos bevétel kiesés fog eredményezni a 2021-es esztendőben. És ezt úgy kell megoldjuk, az ebből adódó forrás elvonást, hogy ebből lehető legkevesebbet érezzenek majd a városlakók. Tehát erre fogunk vállalkozni ebben az esztendőben. Azt gondolom, hogy a kollégáinkkal, képviselőtársakkal nagyon rövid időn belül megkezdjük az ötletelést, ha szabad így fogalmazni, hogy ezt hogyan is tudjuk majd megoldani, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az a 2021-es esztendő, 2021-es az egy nyerőszám, azért úgy múljon el majd a városunk életében, hogy lehetőleg ne kelljen olyan intézkedéseket meghozni, ami a mindennapokat nehezíteni fogja. Én azt kívánom Bátaszék város lakosságának, hogy a 2021-es esztendőt egészségben tudja megélni. Azt gondolom, hogy per pillanat ez egyik legfontosabb kívánalom mindenki számára. Kívánom azt, hogy ebben a helyzetben maradjon meg a derűje, maradjon meg az optimizmusa, és ha valóban összefogunk település szinten is, és országosan is, annak érdekében, hogy minél könnyebben vészeljük át az előttünk álló időszakot, akkor ennek az összefogásnak meg lesz az eredménye is. 2021-ben, amikor kocintunk majd a pezsgős pohárra, akkor azt tudjuk mondani majd, hogy hát nehezebbre számítottunk, de jól oldottuk meg.